Rob DeWitt alig hitte volna, hogy 1985. május 14-én a Népstadionban játszott VB-selejtezőn a Mexikóba már kijutott magyar labdarúgó válogatottnak lőtt győztes gólja lesz pályafutása egyik legnagyobb sikere. A holland szélső 21 évesen ereje teljében az Ajax közönség kedvenceként alig két héttel korábban mutatkozott be hazája válogatottjában. Minden bizonnyal tagja lett volna az 1988-ban Európa-bajnokságot nyert holland csapatnak, csak hogy 1986-ban agyvérzést kapott, s ezzel véget ért a futballkarrierje. Most feleségével és fiával érkezett Budapestre, a Puskás Aréna avató mérkőzésére, amely előtt egy nappal Sallai Sándor 55-szörös válogatott védő akkori ellenfele társaságában tekintette meg a Nemzeti Stadionunkat. A Nemzeti Sportnak pedig felelevenítette a régi emlékeket. Arra a 85-ös meccsre visszatekintve, hogy neki mit jelentett akkor, meg hát, hogy most visszatekintve, hogy azért utólag most már akár mondhatjuk azt is, hogy neki a pályafutásának ez a egyik csúcspontja volt, hogy ez az életében. És wat betekent de wedstrijd in 1985 voor jou toen? En wat betekent die wedstrijd nu? Nu is ben ik trots dat ik toen die goal gemaakt heb, maar mijn voetbalcarrière die was heel kort, die is daardoor die goal erg veranderd. Minden. Neki sajnos a pályafutása nagyon rövid volt, sokat történt, de rövid volt, és ez a gól, ez a csúcspontja volt neki. Neki van otthon a Napaliban is egy festmény, és a festmény az a pillanat van rá festve, amikor elindul a labda a lábáról, abban a pillanatban, és ezt minden nap látja. Festett neki a emlékbe. És ugye a pályán a Sanyival találkozott szembe, Sanyi volt a jobb hátvéd, ha jól mondom, pedig a bal szélső, és hogy miként emlékszik vissza esetleg arra, hogy milyen párharcaik voltak azon a meccsen, hogy emlékszik egyáltalán arra? Ik weet dat in tijd dat ik mij speelde was Sanyi Schlooi. Zo'n speler was die heel veel, heel, die kwam niet eens snel ook, kwam niet snel voorbij. Azt mondja, hogy amikor ő az Ajaxban játszott, akkor Sonny Siloy ugyanabban a pozícióban játszott, mint ilyen olyan típus játékos volt, nagyon nehéz volt ellene játszani, nem volt könnyű kicselezni, nagyon rámenős és gyors volt, arra emlékszik. Tudja, hogy a Sanyinak az unoka öccse, az szintén most magyar válogatottban játszik, és bal szélsőként talán játszik holnap, ha játszik holnap. És most az audiók típusit is felé. És bal szélső. Sardwell trots. Links meg. Akkor büszke lehet, büszke is vagy, gondolja. Igen, sokat játszottunk együtt, hogy sokat fociztunk együtt, meg rengeteget foglalkoztam vele nyilván. Szokott-e arra gondolni esetleg, hogy ha nincs ez a sajnálatos agyvérzés, akkor a 88-as EB-n valószínűleg ő lett volna a bal szélső holland válogatottban, amely ugye az egyetlen torna győztes holland válogatott. Több mint valószínűleg. Ja, nu, nem meer, toen wel. Toen was het wel, vooral toen gespeeld werd. 88 in Duitsland, toen was het moeilijk. Nagyon nehéz volt elviselni abban a pillanatban, amikor játszottak, amikor látta a csapattársai, és ő is tudta, hogy végül ott kellene lenni neki. Nem tudod, most már nem. Most már ook dat het mijn lichting, al die jongens, mindenki, aki ott van, az a nőtt föl, minden nap találkozott velük, és barátok is voltak, és egyszer csak már nem volt ott, és ezt nagyon nehéz volt elfogadni. És hogy tetszik neki az új stadion, a régivel összehasonlítva is? Vind je van het nieuwe stadion vergeleken met het oude stadion? Ja, in Nederland heb je dan de Rotterdamse Cup. Ik denk ook dat dit stadion ziet eruit dat iedereen die komt, dat ze bang zijn om in te voetballen. Ő azt összehasonlítana a Hollandiai Rotterdami Kuip-el, mindenki, aki ide fog jönni, félni fog, úgyhogy ez egy előny fog jelenteni a jövőre nézni a magyaroknak.